Bár ezt a moziban nem érzékeljük, és sokan nem is nagyon értékelik, de hihetetlen munka van abban, hogy magyar hangon szólalhassanak meg kedvenc szuperhőseink. Ez különösen igaz, ha a film valamilyen formában kötődik a Disneyhez, akik szeretik személyesen felügyelni a szinkronizálást, ezzel pedig nem igazán könnyítik meg a munkafolyamatot. Most, hogy lassan minden rekordot megdönt a végjáték, elhoztam nektek, hogy kik adják a már jól ismert szuperhősök magyar hangjait. Hát essünk is neki! Robert Downey Jr., Fekete Ernő. Lehet, hogy megjön a serege, lehet, hogy nem tudjuk legyőzni, de magát elkapjuk. Mert ha a földet nem is védhetjük meg, tuti, hogy bosszút állunk. A Jászai Mari díjas Fekete Ernő a Galaxy TV csatorna hangja és a Katona József Színház tagja, ahol jelenleg a Szürke Galambban és az Ahogy Tetszik című darabban játszik. Nem jött szép, tüzes nappalon, de háborús éjjel. És megvakultak hiú szemeim. Egy interjúban azt is elmondta, hogy a színházat második otthonának tartja, de több magyar filmben is láthattuk már szereplőként, ilyen például a Félvilág vagy a Kincsem. A színész idáig több mint 300 filmben szinkronizált, és Robert Downey Jr. mellett ő Javier Bardem és Christian Bale visszatérő magyar hangja. Anglia. Oh, a birodalom. MI6. Te is romok között élsz. Csak épp még nem tudod. Chris Evans, Zámbori Soma. Amikor megfagytam, a világ lángokban állt. Felébredtem, azt mondták, nyertünk. Azt nem, mit veszítettünk. Szia, Soma! Ha már te kaptad Amerika legjobb segének szerepét, remélem nem bánod, hogy téged is beletettelek a Willibe. Mi a titka, Pilates? Micsoda? Azt hiszem, a videót még holnap reggel is néznétek, ha nekiállnék Soma szinkron szerepeit sorolni, ugyanis hihetetlen munkabírással dolgozik. Nagyon irigylem a gázsiáért nyilván, hogy ő mennyit kapott ezért. De hogy azért párat kiemeljek a rengetegből, ő adta hangját például Alexnek a Madagaszkárból, Nick Wilde-nak a Zootropolisból, de többek közt ő Chris Evans, Chris Pine és Ryan Gosling visszatérő magyar hangja. Tudod, amikor így vannak azok a munkák, hogy na ezt beírom a CV-be, vagy nem? Na hát ezt így beírja az ember, igen. Persze, hát ez ilyen kis kedves szívhez közel álló. Chris Hemsworth, Nagy Ervin. Pillanat. Mindjárt visszafordulok. Szerintem kezdjük megtalálni a közös hangot. Nagy Ervin nem csak szinkronizál, hanem a színházban és a képernyőn is sokat szerepel. Szerepelt Bozsik Ivett táncjátékaiban, a János Vitézben vagy akár Petru Kiokként a Makrancos Katában. Korongozgat? Csinálom a köcsögöket. A nagyvásznon láthattuk többek közt a Valami Amerika 3-ban, az Oscar díjas Testről és Lélekrőlben, a Kincsemben, és ezen kívül bőven akadnak még sorozat szerepei is. De hogy a szinkron témánál maradjunk, Ervin Matthew McConaughey-nek, Johnny Deppnek és Ryan Reynolds-nak is visszatérő magyar hangja. Hadd beszéljek a sráccal. Maga maradjon itt a fura picsa szájával. Mark Ruffalo, Rajkai Zoltán. Á, tudja, nekem nincsen páncélom. Olyan vagyok, mint egy csupasz ideg. Kész rémálom. Rajkai Zoltán nevét szintén sokszor hallhatjuk a stáblista alatt. A színész szintén a Katona József Színház tagja, és már rendezőként is tevékenykedett. Így például Shakespeare Tévedések vígjátéka című darabját ő dirigálta. Emellett többször szerepelt filmekben és sorozatokban, de sokatoknak leginkább az Aranyéletből lehet ismerős. Zoltán idáig több mint 500 filmet szinkronizált, és a színész többek közt Andrew Lincoln, a már említett Mark Ruffalo és Bradley Cooper visszatérő magyar hangja. Doktor Köcsög, jelentkez! Doktor Köcsög! Scarlett Johansson, Csondor Kata. Egy kihallgatás kellős közepén vagyok, az idióta dalol, mint a madár. Csondor Kata szép hangját igen sokszor hallhatjuk, és nem csak prózában, ugyanis a színésznő egyben énekes is, aki hangjával még Bocskor Gábort is levette a lábáról. Ez gyönyörű a harang, de a minden szó rendben volt. Ez a bársonyos hang. Nekem én szeretem ezt a nőt, én vele akarok karácsonyozni. Hogy néz ki? Hogy hívják? A Csondor Kata, mondtam az előbb. Nagyon szép. Vele akarok karácsonyozni, van erre esélyem? Kata az éneklésen kívül ugyanilyen keményen üzi a szinkront is. Én mindig azt szoktam mondani, iszonyú alázat kell ehhez a munkához, mert a színészet nem elég. A Fonogram díjra jelölt énekesnő rengeteg filmben hallható, és ő a már említett Scarlett Johansson visszatérő magyar hangja, de többször hallhattuk Misha Bartont, Susan Wardot és Laura Ramsey-t is az ő hangján megszólalni. Jeremy Renner, Stoll András.
Vették már el az elmédet, hogy játszanak vele. Kiiktattak, hogy valaki más legyél. A Jászai Mari díjas Tóth András manapság igen sok helyen látható. Színpadi és tévés szerepeit most nem is emelném ki külön, mert hihetetlenül sok van neki, így inkább rá is kanyarodnék egyből a szinkron szerepeire. A színész leggyakrabban Matt Damont és Hugh Grantet szinkronizálja, de Luke Skywalker is az ő hangján szólal meg. Na meg persze ne felejtsük el a rajzfilmeket sem, ahol egyből több etalont is ki lehet emelni a munkásságából. Ilyen például a Mulan Lee-je, a Toy Story Woody-ja, vagy akár az örök klasszikus Oroszlán király Szimbája. Valaki egyszer azt mondta, hogy a nagy királyok szelleme van odafenn, és figyel minket onnan. Don Cheadle, Takácsi Péter. 138. 138 éles bevetés. Ennyi van mögöttem, Tony. Mindegyik veszélyes volt, de vállaltam. Úgy tűnik a Katona József Színház a bosszúállók főhadiszállása, hiszen Takácsi Péter is a színház tagja. Van szerencsém bemutatni magam. Lev Nikolajevics Miskin herceg vagyok. Csak azért jöttem, mert szeretnék megismerkedni önökkel. A színész annak idején szerepelt az Angyalbőrben című sorozatban, a Félvilágban, de az Egy nyári kalandban is láthattuk. Don Cheadle-on, azaz hadigépen kívül nincs komolyabb visszatérő szinkron szerepe Péternek, viszont további szerepei közül érdemes kiemelni a Legendás állatok és megfigyelésük Kralját, a Pókember hazatérés Randyjét, vagy a Szárnyas fejvadász 2049 levéltárosát. Anyám máig siratja a babakori képeimet. Hát igen, maga biztos. Bűbájos baba volt. Paul Rudd, Széles Tamás. Csak volna egy kérdésem. Ki maga? Ki ő? Mi a franc ez? És most már visszamehetnék a sitre? Széles Tamás amellett, hogy több évig a Duna TV hangja volt, több színházi szerepe is van, és játékfilmekben is játszott. Ilyen például az Állítsátok meg Teréz anyu című film. Bánj tüzével, kedvesem. Bánj el velem. Neki is jó sok szinkron szerepe van. Az ő hangján szólalt meg magyarul Sirius a Harry Potterben, Spock a Star Trekben, vagy Szulejmán is a sorozatban. Benedict Cumberbatch, Simon Cornél. Én Dr. Stephen Strange vagyok. Kérem, jöjjön velem. Amúgy gratulálok az eljegyzéshez. Simon Cornélt rengeteg színpadi szerepben láthattuk, és emellett rendezett is. Jelenleg az Ízig Vérig című sorozat egyik főszereplőjét, Andrást alakítja, de tavaly a Tanár című sorozatban is láthattuk, mint dr. Nyelves Krisztián. Van olyan pillanat, amikor azt érzem, hogy agyvérzés fog kapni, vagy infarktus. Szóval tényleg kemény, nem hülyéskedek. Hogy a szinkron szerepeiből párat kiemeljek, a Rio-ban Tulio karakterének adta hangját, de Benedict Cumberbatch mellett Dominic Coopernek is ő az egyik visszatérő magyar hangja. Evangeline Lilly, Németh Kriszta. Láttad a filmet, tudod, hogy Gross mire képes. Hónapok óta mondom ezt, és most már csak napjaim maradtak. Felveszem a ruhát. A színésznő szintén rengeteget szinkronizál, és hogy pár ismertebb filmjét kiemeljem, ő Eve Polastri hangja a Megszállottak viadalából, de szinkronizált a Lánya vonatomban, a Mentőakcióban, a Férjem védelmében című sorozatban, és a Zsivány egyesben is. Amikor az egésznek van egy ilyen nagyon mélyről jövő őszintesége. Szerintem az annak van egy olyan elementáris ereje, ami viszi magával a színészt, ami gyakorlatilag tényleg megnyitja azokat a kapukat. És ha nem tudnátok, Kriszta egyébként szuperfotós. Régi fényképezőgéppel fotóz, és sokszor munkatársait kapja lencse végre, szinkronizálás közben. Nekem is volt szerencsém a kamerája előtt állni, és szuper volt vele dolgozni. Josh Brolin, Kőszegi Ákos. Le a kalappal, Stark. Miután végeztem, az emberiség fele még élni fog. Kőszegi Ákos hangja rengeteg helyen hallható, és többek közt ő volt a Duna TV és a Sportklub csatorna hangja, valamint a Neo FM bemondója is. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága. S remélem testem is majd e földbe süpped el. A színész 2018-ban az év szinkron színésze lett, és Jászai Mari és Kabos Gyula díjat is kapott. Kőszegi Ákos, Colin Firth, Tom Hanks, Russell Crowe és Samuel L. Jackson visszatérő magyar hangja, de ha ez nem elég, akkor válogathattok abból a kb. 1500 filmből, amikhez eddig a hangját adta. Bradley Cooper, Kálói Molnár Péter. Ez a fickó itt a mi zsákmányunk! Ha ő kell nektek, meg kell ölnötök minket. De sokkal valószínűbb,
hogy mi ölünk meg titeket! Kálai Molnár Péter egy komoly életmódváltás után tért vissza a világot jelentő deszkákra, ugyanis tavaly decemberben egy rohanmentő vitte el az Operett Színházból. Ásványvize van? Van. Szénsavmentes? Akkor szénsavos. Amellett, hogy láthattuk az Üvegtigrisben is, idáig közel 400 filmben hallhattuk a hangját, és a színész legtöbbször Ben Stillert, Martin Lawrence-t és Jack Black-et szinkronizálja. Chris Pratt, Miller Zoltán. Hé, hey, lehet, hogy a másik nevemen ismersz. Űrlord. Miller Zoltán adta Űrlord hangját, aki egyébként nem csak prózai vonalon játszik a hangjával, hanem énekelni is jól tud, hiszen ő volt Aladdin ének hangja. Minden esetre ezeket a nótákat elénekelni azért ezek nagyon-nagyon nagy kihívások, meg hát nagyon nagy élmény. Legutóbb színpadon a Chicagóban láthattuk, mint Billy, és a legény búcsúban, mint Karó. A tévénézők pedig az oltári csajokban vehették szemügyre a színész játékát. Ő Patrick Wilson, Chris Pratt és Mark Wahlberg visszatérő magyar hangja, és a színészt több mint 200 szinkron szerepben hallhattuk idáig. Tom Holland, Barát István. Ezt nem mondhatod el senkinek, soha nem derülhet ki. Nem értem, miért? Azért, mert tudod, hogy mély milyen, ha rájön, hogy minden éjszaka meg akarnak ölni, tudni nem fogja engedni. Rengeteg filmben és sorozatban hallhattuk már a színész hangját, hiszen gyermekkora óta szinkronizál. Ebből a szempontból teljes mértékben azonosulok vele. Néha én is tudok olyan naív lenni, mint ő. Istvánnak közel 30 éves kora ellenére igazán fiatalos hangja van, ezért a szinkron szerepei is javarészt tini karakterekből kerülnek ki. Ő például Ryan a Kingsmanből, Fafej az Így neveld a sárkányodatból, Zack a Jurassic Worldből, na meg persze az örök favorit Spongyabob hangját is István adja. Uram, az alkalmazottak kézikönyve világosan rögzíti, idézem, az alkalmazott sem részben, sem egészben nem idézheti fel a receptet, sem szóbeli, sem írásos formában beleértve az emlékeket, álmokat és vagy csipkeverést. Ennyi lett volna mára. Ha tetszett a videó, akkor dobj egy lájkot. Na meg ha feliratkozol, akkor sem fogunk megsértődni. Találkozunk jövő héten is. Sziasztok!